Értét kívánok, kedves nézőink, a hétfő este akkor Erdély Kávéház. Ezúttal Székelyudvarhelyről, a G-Caféból jelentkezünk. Vendégünk egy híres filmrendező, Bálint Artúr. Bálint Artúr, operatőr, filmrendező. 1970-ben született Székelyudvarhelyen. 1998 és 2001 között a Budapesti Színház és Filmfőiskola operatőri szakának hallgatója volt. 2005 és 2012 között a Kolozsvári Sapientia MTE fotófilm média szakának oktatója volt. A 2007-ben alakult Transzikon Egyesület alapító tagja és elnöke, valamint a 2011-ben alakult Erdélyi Magyar Filmszövetség alapító tagja és alelnöke. Számos kisjátékfilmnek és dokumentumfilmnek rendezője, forgatókönyvírója és operatőre. Filmjeiért több fesztiválon is díjazták, így a Filmdok Dokumentumfilm Fesztiválon, az Aranyszem Fesztiválon és az Alternatív Rövid Film Fesztiválon. Emellett többször kitüntették a Magyar Filmszemle operatőri díjával. Jó estét, szia! Szia! Te vagy a filmrendező Székelyföldön. Nem. Az egyik Magyarországnak mindenből van egy. Nem Székelyföldön, Bálint Artúr vagyok, és éppen itt vagyok, és itt élek, és itt születtem. De nem Székelyföldön, ez véletlen műve. Lehetett volna más ország és más népcsoport. Emlékszel az első filmedre, amit láttál? Mi volt az első filmes élményed? Nem igazán. Ami megragadott esetleg? Azóban ennyire öreg vagyok már, hogy valahogy nem áll össze a kép. Arra emlékszem, hogy hogyan változott meg, amikor alkotó lettem, illetve amikor még gyerekként moziban jártam. Gyerekként moziban Emlékek lánca. Na, az indiai film? Igen, és arra mindenki bement és kifele verekedett. Igen. És hogy film mekkora hatása van az emberekre, hogy mindenki a mozi előtt harcolt a másikkal gyerekként, és vicces. Ma, amikor visszagondolok, az vicces, hogy mekkora hatás volt. Ma már az a filmet szendvicssel a laptop előtt nézel meg, és nem annyira hatás, inkább nagyjából a normális része az életünknek, és nem igazán hat meg egy film, hanem egy gyorsan fogyasztható valami. De ez jó így? Szerintem jó. Tehát most te a filmrendező szemszögéből érdekelne, hogy azért én is emlékszem arra, hogy minden Piedoni film után a mozi környékén az összes csatornát beütötték, tehát mindenkiben. Én emlékszem, egy Karate Kid, vagy nem tudom milyen filmet láttam, valami karatista filmet láttam, és másnap az unokatestvéremmel próbáltunk egy téglát eltörni, és azóta se fájt úgy a kezem, mint akkor. De ránk valami őrületes hatással volt a film, még a mi generációnkra is. Akkoriban azért gondolom, hogy a moziban láttunk filmet, és az ritkán volt, illetve minden filmet megnéztünk, de hetente kétszer változtattak. Ugye heti két film jutott, ma meg megnézek éjjel három filmet, és közben kimegyek a hűtőből, még kiveszek valamit, meg leállítom. Mit szoktál film közben fogyasztani? Hát, gondolom, hogy sört, vagy mit tudom, meg kiveszem a cigit a hűtőből. Na és akkor hogy határoztad el magad, hogy akkor te filmmel fogsz foglalkozni? Mert ez, ha valami hiányzott a románi magyarság életéből 89 előtt, és ezt most tényleg románi magyarok vagyunk, a film az egy-két embernek adatott meg magyarként, hogy filmmel foglalkozhasson. Az sem magyar filmeket gyártott, úgymond magyar filmeket. Tehát ez a nulla volt 90. Ráadásul meg volt, hogy hány méter filmje van, és arról be kellett számolni, hogy mit filmezett vele. Így van. Hát kommunizmusra úgy nőttem fel, én már nagykorú voltam a forradalom idején, és képzőművészkedtem, és filmeket szerettem nézni, nem volt a legfontosabb. De amikor kiderült, hogy már lehetőség van filmet csinálni, és kiderült, igazából érdekesebb volt, mint otthon egy papír előtt szeruzával ülni. És akkor az, hogy ma már lehetek kamerát a kézbe venni és filmet készíteni, ott vannak a videókamerák, és a televízió keresett egy operatőrt, akkor mondtam, hogy fú, de jó, ilyen egyszerű, hát ez így, jó, hát akkor megyünk. Melyik televízió? Udvarhelyi televízió, még 94-ben. Atibeta vagy? Nem, Udvarhelyi, UTV. Az UTV, mert hogy kettő? Igen, Atibeta az, igen. Később egyesült a kettő, és amikor darabig ott is voltam, dolgoztam. Nem a televíziózás érdekelt, hanem az, hogy egy kamera kerüljön a kezembe. Emlékszel az első műsorodra, amit fel kellett vegyél? Arra nem, arra emlékszem, amikor először mutattam meg magamnak, hogy hogy kell filmet csinálni, és majd megmutatom én, mert beleestem a kükörőbe télen,
jeges vízben, és akkor haza kellett menjek megszállítkozni, és akkor filmeztem valami képeket, persze nem embereket, hanem a természetet. Visszanéztem a felvételt, és mondtam, te jó Isten, ilyen szart nem láttam. Hogy na, fú, és akkor újra értelmeztem mindent, hogy igen, általában a filmkészítésnek az a lényege, hogy nagyon jó filmeket nézünk, és nagyon úgy meg vannak profi módon csinálva, hogy könnyednek tűnik, és bárki, még a gyerek is azt gondolja, hogy ja, jó, fogunk egy kamerát, és megcsináljuk. És ez a könnyedség, mivel a kultúránk része, ebben nőttünk fel, emiatt úgy így érezzük. És amikor a kamerát fogsz a kezedbe, akkor kiderül, hogy újra kell értelmez minden. Mindenki fekvő beteg azt gondolja, hogy tud táncolni mindenféle táncot, és akkor feláll és lány még járni se tud. Ez nagyjából innen indult el, és akkor úgy érdekes volt a felfedezés, hogy most letöröljem ezt a felvételt, vagy legyen tanulság. Valahol megvan, megvan egy doboz mélyén. De agyamban megvan minden snikje. Remeg a kamera, ronda a kép, és nem szól semmiről. És mégis mi volt az az erő, ami tovább vitt, hogy mégiscsak foglalkoz ezzel? Más egy ilyen élmény után leteszi a kamerát, és azt mondja, na foglalkozzon vele. A felfedezés, nem? A felfedezés, hogy aha. Szóval nem olyan könnyű, amit én elképzeltem, nagyon, de megoldom. De valakitől tanultál azt? Nem, dehogy nem. Nagyon sokáig nem, és akkor úgy volt, hogy éjjel készítettem filmet, mert napközben dolgoztam, és akkor a kamera ott volt, de éjjel tudtam használni, mert napközben kellett a televíziónak. És kinek mutattad meg az első filmet? Senkinek. Megnéztem, és gyorsan lehetettem. De meg volt az az áttörés, ez a pillanat, amitől kezdve te meg tudtál élni ebből a filmrendezésből? Valószínűleg nem veszem túl komolyan, illetve véresen komolyan veszem. Vagy 1000%-kal csinálom, vagy igazából úgy gondolom, hogy játék. Van rengeteg film, amit elkezdtem, és rájöttem, hogy nem lesz ebből jó film, azt lazán félreteszem, és nem bánkódok. És tudom, hogy nagyon sok idő után jöttem rá arra, hogy nagyon fontos az, hogy semmihez ne ragaszkodj gölcsösen, és a művészetben pláne ne. Ami jön és érzed, működik, jó, de ha erőlteted, akkor meghal. És emlékszem, hogy sziklamászóként akkoriban keményen másztam, és akkor nem érdekel, hogy 100 méter magasan mászok, és akkor leesek-e vagy nem. Miért érdekelne azt, hogy a film jó vagy nem? Na, az egyikben meg lehet halni, a másikban csak lelkileg egy kicsit. És soha nem görcsöltem rá egy filmre, hanem hogyha a helyzet van, én mindig igazából akkor kapok egy plusz energiát és élvezem, és addig csinálom, ami nekem valami pluszot nyújt, különben akkor nem érdekel. De inkább úgynevezett non-fikciós filmekkel foglalkozol, régebben nevezték ezeket dokumentumfilmeknek. Sok ember akkor készít ilyen filmeket, amikor nem jut hozzá nagyobb anyagi támogatáshoz, hogy játékfilmet gyártson. Az abszolút benne van, de még inkább fontosabb, hogy egyetemen, Budapesten tanítanak, eltelik egy fél év, jön a második fél év, és kiderül, úgy döntöttek, hogy minket dokumentumfilmes irányba visznek. Arra képeznek ki, mert hogy hát... A hagyományokat valaki le kell fényképezze. Igen, és akkor abba akartam hagyni az egyetemet, mert engem nem érdekelt a dokumentumfilm. Utáltam a dokumentumfilmeket, nem is néztem. Jól leplezed, igen. És akkor úgy volt, hogy abba hagyom az egyetemet, én nem fogok dokumentumfilmet készíteni. Szerencsére láttam néhány jó filmet, Bugya Sándor tanárom, barátom mutatott olyan filmeket, amikre azt mondtam, hogy ja, ha ilyenek a dokumentumfilmek, azokat megnézném. És akkor volt olyan, hogy akkor jó, akkor csinálok dokumentumfilmet, de nem úgy, ami nekem az én fejemben volt a dokumentumfilm. Inkább a szürreális világ érdekelt, a magas művészet, a minden, és nem érdekelt, hát mai napig nem érdekel különösebben ez a dokumentálni azt, ami körülöttünk van, csak azért, mert hogyha most nem, akkor mikor, azt nem, nagyon nem szeretem mai napig sem. Na, de a dokumentumfilmnél az volt, hogy jó, de akkor olyan dokumentumfilmet csinálok, aminek mint a játékfilm lenne. Alapvetően az a különbség, hogy dokumentumfilmbe elemezzük, látjuk, magunkra ismerünk, vagy a szomszédunkra, vagy a környezetünkre, illetve azokra a társadalmi problémákra, amik körülöttünk vannak. De én nem ezeket inkább úgy vagyok ezzel, hogy amúgy is benne van a film. Ha itteni embert filmezek, akkor úgy is benne van az itteni probléma. Úgyhogy én mindig a főszereplőt kerestem magamnak, aki olyan, mint egy játékfilmben, hogy visz magával, és folyamatos követem az életét, és nem megrendezem, és nem újra játsszuk, hanem vagy ott vagyok, vagy nem.
ami kemény munka volt, amíg megtanultam, hogy hogyan csinálják ilyen filmet, 3 hónapon ment rá egy 12 perces filmre. De megérte? Igen, abból tanultam meg mindent, igazából többi az mind rezolúciója annak. Nem látta nagyon sok ember, diákfilm volt, Szerencsés 13. Diákfilmként eljárt fesztiválokra a világon több helyre, de itt van nem igazán is. De elég sok díjat nyertél az évek során fesztiválokra. Igen, ezek úgy voltak, hogy nagyjából mindig a díjak olyankor jöttek, amikor egy másik filmmel foglalkoztam, és akkor mindig olyan, a díj olyan, hogy megkaptam, örültem, mindig a legelső kérdés az volt, a legelsőnek nagyon örültem, és határozottan tudom, hogy rögtön az volt a második kérdés, hogy pénz jár-e bele. Mert a legnagyobb hibája a filmkészítésnek, amikor 2015-ben is ingyen mennek emberek filmet készíteni, attól én meg tudok halni. Mert hogy az ember odaadja valamiért az életét, a lelkét, és akkor ingyen készít valamit. És emlékszem, akkoriban mondtam fel a televíziónál, és nem tudtam, hogy a következő lakbért, hogy fizetem ki, és felhívtak, hogy hát most éppen, hogyha itt lennél Budapesten, akkor átvehetnéd a Magyar Filmszemle operatőri díját. Örültem, de már rég volt a film, amikor forgattuk, úgyhogy már igazából elfelejtettem, a máson dolgoztam, és akkor az történt, hogy na, jó, de jó, örvendek, és rögtön kérdeztem, hogy akkor pénz jár vele, és tudtam, hogy akkor 2 hónapig megvan a lakbér. És járt vele? És járt vele, igen. És akkor nagyjából az a lényeg, a díjaknál mindig úgy van, hogy egy napig engedem meg magamnak, hogy örüljek, mert a film a lényeg. Ez a Jancsó Miklós annak idején, amikor már vége volt a nagy korszakának, akkor jöttek a díjak igazából, és akkor egyszer kérdezte, hogy akkor kitüntették, kérdezte, hogy pénz van, vagy csak a szégyen. Igen, igen, ezt ismerem. És körülbelül te is így gondolkozol. Fontos, tényleg fontos. Ráadásul tanítottam egyetemen, és rengeteg munkanélküli volt diákom van, és hogyha hallom, hogy dolgoznak éppen, akkor mindig örülök, és mindig kiderül, hogy ingyen. Igen. És akkor mindig meghal bennem valami. Valami. Igen. Jó, addig jó, míg még van, mi meghaljon. De Artúr, a te karriereddel, a te elkészített filmjeiddel, díjaiddal, hogy tudsz udvar helyen élni? Ez egy hülye kérdés volt, meg szemtelen kérdés. Nem, hogy tudok, ráadásul egyetlen jó megoldás. Udvar egy sziget. Van ez a G.pont kávéháza, amiben vagyunk, és van a lakás, ahol lakom. És nagyjából van néhány hely, ahol még el kell mennem. Egyébként meg az van, hogy tudok figyelni magamra, tudok figyelni arra, hogy mi érdekel, illetve dolgozni a következő filmemen. Hogyha nem udvarhelyen élnék, hanem egy nagyvárosban, általában rengeteg olyan impulzust kapnék, vagy kérést, vagy segítséget kérnének tőlem, amitől beáldozom magamat, és nem tudok figyelni arra, ami vagyok. Úgyhogy udvarhely nekem tökéletes, ideális és én nem negatív értelemben kérdeztem ezt, egyszerűen a kíváncsiság hajtott, ugyanis én azt látom, évekig kijártam én is a Budapesti Filmszemlére, és láttam ott egy olyan garnitúrát, közel sem a te tehetségeddel és szakmai múltaddal, akik ott reszkedtek, és mindenkinek köszöntek, és felköltöztek Erdélyből, felköltöztek Budapestre, hogy lássanak, hogy itt vagyok, hogy és te pedig itt bevonulsz egy füstös, festetlen kávéházba. Akarattal ilyen. Tudom. És téged mindig megtalálnak. És te mindig tudsz, mindig van valami munkád, nem vagy agyon halmozva, de te itt is öreg rozmárként itt... Nem, egyébként 3 hónapja költöztem vissza. Kolozsváron éltem néhány évet. Jaj, bocsánat. És Kolozsvár... Nekem ez kimaradt, igen. Hát az felemészt. Ugyanaz volt a probléma, hogy nem tudtál. Rengeteg frusztrált ember, és a gondolataikra kell koncentrálni, és nem jut a tiéd az agyadig. És udvarhely ettől jó. Csend van, és tudok befele figyelni. Én azt szerettem a filmjeidben, és azt szerettem a továbbiakban is, hogy megengedted magadnak a saját látásmódot. Én vagyok Bálint Artúr, akinek nem tetszik, ne nézze. Tehát nem próbáltál meggondolkodni XY csatorna, tévécsatorna eszével, XY párt, vagy pénzosztószerv szemével, hogy megpróbálj megfelelni. Én így látom, s ha tetszik, jó, s ha nem tetszik. És ezt a szabadságharcodat megnyerted, vagy legalábbis még győzelemre állsz. A szabadság az nagyon fontos. Abban a pillanatban, hogyha meg akarok felelni, akkor nem csinálok filmet, mert hogy nem érzem magamnak fontosnak. Nekem fontos az, hogy
Persze valamennyire azért csak meg kell felelni, és ebben az esetben például, hogyha Tehénről akarok filmet készíteni, és a Székely bácsiról, valószínűleg hamarabb kapok pénzt, hogyha Kolozsvár. De lényeg az, hogy te lásd azt a Tehenet, és te lásd azt a Székely bácsit. És általában az van, hogy igazából ettől akarok fordulni teljesen. Már két éve nem akarok Székely bácsit és Tehenet filmezni. Na gyere, vitatkozzunk. Állj meg, vitatkozni akarok most veled. Tavaly, ha jól emlékszem, nagy-nagy vizeket kavart egy dokumentumfilm, egy nonfikciós film. Sóságé? Sóságnes filmje, amit nem messze ide Székelyudvarhelytől, Csíkszered a környékén, Domokoson forgatta. Bennem rengeteg kérdést vetett fel a film. És az első kérdés az volt, hogy ezt miért nem mi csináltuk meg? Itt van egy téma mellettünk, egy nagyon fontos téma, és elmentünk mellette. Kellett jöjjön valaki sok száz kilométerről, hogy megcsinálja. Ez volt az első kérdésem. Na, erre válaszol. Szerintem teljesen rendben van, mert hogy ha ugyanerről a témára csinálok én egy filmet, igen? Lehet, ha nem jó. Ha te, lehet, ha nagyon más, és lehet, ha jobb. Nem de, tudom. De ezt a témát mi észre se vettük. De nem is baj, nem sajnálom. De hogy lehetünk ilyen vakok? Én tudom, mi a jó? Egyébként én azt szeretem, hogyha valaki olyan igazából én nem tudok már meglepődni, ez a legnagyobb baj. Igen. És amikor valaki meglep valamivel, valamilyen filmmel, akkor én annak örülök, mert végre hátra tudok dőlni és megnézni egy filmet, és milyen jó, hogy nem én csináltam, és tudom élvezni, és jó. Én meg azt láttam ebben a filmben, most egy másik oldalon fogok állni, hogyha te csináltad volna meg, vagy Schneider Tibi, vagy mit tudom én, Szerencse, Lakatos Robi, most egy kicsit futtatni akarom a romániai-magyar filmet, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy van egy romániai-magyar filmes réteg. Nagyon inkább nincs. Na, tehát ha ti csináltátok volna meg, akkor óriási felháborodás lett volna belőle, hogy ha milyen dolgokat, annyi szép Tehenes bácsi van, mert annyi szép felöltözött néni van, aki vasárnap megy a templomba, miért nem arról? Tehát ezt csak ő csinálhatta meg. Szerintem abszolút igen, mert kell egy távolságtartás, és akkor, mert valószínűleg nem másznék bele ennyire a magánéletükbe az itteni embereknek. Egyébként Ágnessel beszéltünk a filmről, hogy mi a véleményem. Az, hogy dokumentumfilmben mennyire mászunk bele mások életében, nagyon fontos. És mindenki saját erkölcsi értéke szerint közelíti meg a témát. És mi az, ami belefér Sóságnesnek, mi az, ami belefér nekem, mi az, ami belefér egy másik dokumentumfilm készítőnek, ez nem egy szabály. És akkor például Sóságnes, hogy így csinálta meg, én nem tudtam volna ilyen humorosan közelíteni biztos a témához, mert hogy ez kellett Sóságnes. És én örülök, hogy így láttam, hogy Sóságnes készítette, és nem én. És az, hogyha én ilyen témákat keresnék, nem témákat keresek, hanem az van, hogy valamit látok, és kiderül, hogy ez érdekel engem. Megismerek egy embert, és azt mondom, hogy nem tudom ennek az embernek az élete miről szól. Ilyen volt a Poros Öltöny. De belépett egy ajtón, és azt mondtam, hogy erről az emberről egy olyan filmet lehet készíteni, érzem. És akkor egy pár év múlva megkerestem. Tudtam, hogy igen, de az emberben van valami, megkerestem, és ott volt. És akkor nagyjából nekem mindig az van, hogy ha nem talál, nem az van, hogy ülök otthon és gondolkodom, hogy milyen erdélyi témát lehetne eladni, vagy a szexel foglalkozunk-e, vagy a zenével, vagy az írókkal, vagy a káromkodással. Nem a téma érdekel annyira, hogy mindig az ember. Emberközpontú vagyok, és akkor ha az ember nem fog meg, akkor nincs főszereplő. És akkor nincs film. A Szerelempatak című filmről beszéltünk, csak igen, hogy helyre tegyük a nézők is, hogy Sóságnes. Túl belterjes lenne. Nem, nagy port kavart fel, szerintem túl nagy port kavart fel, nem tett jót a filmnek. De viszont jót tettek további dokumentumfilmeknek, hogy igenis lehet. Hát igen, de most mondtad, hogy mindenkinek van egy erkölcsi, etikai normája, ami alapján dolgozik. Én azért úgy elgondoltam, milyen lehet azon hölgyeknek, akik ebben a filmben szerepeltek, a további élete. Olvastam cikkeket, hogy akkor igenis baj lett, mert a pap többet nem rendelt kenyeret az egyik nénitől, de utána meg láttam, hogy a média véven a nénik ott vannak, jól érzik magukat. Ja, persze, ez egy, azért megegyezünk, hogy a film, ha tetszett, ha nem bárkinek, egy olyan erkölcsi lépcsőforduló volt, ami eddig nálunk nem volt. Azért ilyen közelre kamera még nem ment.
Legalábbis ilyen, ilyen témával, ami tabunak számít. Te volt még, te Muharos filmre emlékszel? Muharos a Szolgasors. A Szolgasors? Persze. Az azért szerintem jobb lett volna, ha még nagyobb, még nagyobb vihart kavar. Most akarja folytatni, úgyhogy majd kiderül. De dolgozol vele? Hát igazából kért engem, hogy nem-e filmezném én le, úgyhogy még egyre ott tartunk, hogy mert barátok is szoktunk itt beszélgetni, és akkor... Az a Muharos Attila film az iszonyatosan melbevágó volt, hogy mi élünk egy kis tündérkertben, vagy legalábbis azt próbáljuk magunkról elhitetni, és kiderül, hogy tőlünk 5 méterre középkori viszonyok vannak. Igen, és most forgattunk 2 napot, mert egyik testvér meghalt a gyerekek közül, és akkor gyorsan hozzá forgattunk egy kicsit a filmhez, hogy esetleg lesz pénz, akkor legyen. Igen, elég kegyetlen világ, igen. Általában ilyen témákhoz én azért nem közelítek, mert ahhoz, hogy egy filmet készítsek, ott kell legyek 1-2 évet, és az életem részévé válik. És akkor az van, hogy otthon éjjel nem alszom, hogyha kegyetlen témákkal foglalkozom, mert hogy az életem része, mint egy ember, aki ott él mondjuk velem, csak a gondolataimban. És mindig olyan témákat keresek, ami érdekes, felcsigáz, és meg akarom érteni. A nehéz életsorsoknál kicsit úgy az a problémám, hogy nem akarok magamnak 2 év drámát az életemben. Már nagyon sok idő nincs drámára. De igen. Most mind dolgozol? Kisjátékfilm, amit jövő évben forgatok, mondjuk az nagyon kegyetlen, de fikcióba belefér, mert akkor elvonatkoztatok. Meg most éppen napokban próbálok, pont Sors Ágnes szervez egy workshopot, nemzetközi workshopot, Pitching Forumot Budapesten. A második évesző ilyen dokumentumfilm fesztivál, és oda van egy jó filmterv, amit még Bugya Sándorék a Dunatáj Alapítványon kezdtünk el annak idején. Melyik az? A Balán bányáról 13 évvel ezelőtt kezdtem forgatni, míg a bánya nem zárt. Még hogy 2 év neked egy film. Igen, de ez már 13 éve forgatom. Igen, de várom, ennek a filmnek jót tesz az idő múlása, és úgy tűnik, tegnap este jöttem rá itt ebbe a kávézóba, hogy hú, ezt kéne elővenni. Még gondolkodtam, hogy milyen filmterveim vannak, amiket elő kéne venni, és ezt lehet. Ne felejtsd el, az előre naptárakon hátul mindig volt Balánbányai fénykép, hogy fiatalok, gyertek Balánbányára. Igen, igen, igen. Igen. Én beszerzem neked, és el fogom küldeni. Óriási reklámja volt Balánbányának, adnak lakást, munkahelyet, és ilyen optimista fiatal pár a hegy tetején ülnek, és néznek le Balánbányára. Azért az bele kéne kerülni. Rengeteg anyagom van azért, és de az... És biztos, hogy propagandafilmek is vannak Balánbányára. Nem igazán. Nagyon kevés van. Láttam egy 70-es években készült filmet, ami biztos, hogy fog kelleni, ha majd befejezem a filmbe egy kis betétként. De igazából van néhány archív anyagom nekem, ami nagyon jó. És akkor azt veszem archívumként, és most kéne elkezdeni a filmet igazából. Elkezdtél egy film ötletet forgatni magad előtt a székelyföldi babonákról. Igen. Sok ellenséget fog szerezni magadnak. Nem tudom. Érzem, hogy ez egy olyan jó konfliktusos film. Megint egy olyan részére fogunk rálátni a világunknak, amiről soha nem beszéltünk. Igen, még nem tudom annyira, hogy mennyire lesz az olyan, hogy konfliktusos. Ez inkább játékos lesz valamennyire. Nem konfliktusos, csak ugye, ha megnézzük a filmeket, a beszámolókat, újsághíreket, a képet, amit magunkról terjesztünk, akkor körülbelül mindenki elmegy évente egyszer a pünkösdi búcsúra, minden második ember elmegy a kis búcsúra, reggeltől estig mi nem hiszünk babon. Ez egy tabu téma volt. És a felfedezés még előttem áll, úgyhogy ezután fogom valahogy helyre pakolni magamban, és kíváncsi vagyok. Ez egy ilyen folyamatában ismerem meg a témát. Elkezdted már forgatni? Nem, csak egyelőre keresek hozzá információkat, és hamarosan kezdem. Aha. Kedves nézőink, ha valaki olyan jó babonát tud, ami érdemes rögzítésre, nem a családból, ilyenek sosincsenek a családban, mindig a szomszédoknál vannak, akkor Bálint Artúrt keressék meg. És decemberig forgatom, de valószínűleg még jövő év tavaszáig. Még te babonás vagy? Nem. Semmi? Semmi. Rálépsz? De feketébe járok, az fontos nekem. Párosszám, autórendszám, megnézem, belépsem. Babonátlan ember volt a mai vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Sok ikletet neked és sok támogatót. Az jó lenne, igen.
Kedves nézőink, ennyi fért az Erdély Kávéházban Bálint Artúr filmrendezővel beszélgettünk a székelyudvarhelyi G-pontban. Várjuk Önöket jövő héten is, hétfőn este 8:30-kor szokott időben, és hogyha véletlenül nem maradnak, akkor ne felejtsék a www.rd.tv, ott megtalálják a műsorok felvételét. A viszontlátásra!